A Vöröskereszt épületében a felújított három helységgel sokkal jobb feltételeket biztosítanak a minőségi ellátáshoz. A japán kormány 8 millió dinárral támogatta az építkezést. Nagyon nagy jutalom, megérdemelt jutalom ez az épület, amit most kapott a Vöröskereszt. Nagyon remélem, hogy úgy is tudják és olyan formába tudják majd kihasználni ahogyan azt ők megálmodták. Megköszönték a magyar kanizsai Vöröskeresztnek, hogy a migránsválságban is nagy segítségére volt a községnek. Mindenek előtt elégedettséggel tölt el, hogy itt lehetek. Nagy köszönettel tartozom Magyar Kanizsa községnek és a lakosságnak, amiért segítettek a migránsoknak azon az útvonalon, amelyen haladtak. Bojan Sztevics államtitkár hozzátette, reméli mostantól rendeltetésszerűen fogja használni a Vöröskereszt az új épületet, és mindenkinek a segítségére lesz a népkonyhában is. Tulajdonképpen törvényszerűen külön kell az élelmiszert a higiénától és a ruhán, amit választani, tehát ezért van három raktár, ez minimális követelmény, tehát ezt meg kell tennünk, és eddig sajnos nem volt erre lehetőségünk, egy kicsit így össze-vissza voltak a dolgok, de most tényleg, hát meg tudjuk, kb. 1450 nézetméteres területet kaptunk, három részre elosztva, mind a három külön, és ezt így megfelelően tudjuk tárolni. Hivatalosan szalagavatással adta át rendeltetésének az épületet Fejsztámer Robert polgármester. Tászjana Strahinic Nikolic programmenedzser, Bojánsz Tejvics államtitkár és Iván Miskovics a menekültügyi főbiztosság tagja.